A Dunaszerdahelyi és a Győri Rotary Klub évek óta szorosan együttműködik. A cél most egy kellemes családi program létrehozása volt. A szervezők 150-200 kerékpározóra számítanak. Mi nem a profiknak akarunk szervezni, hanem családoknak, illetve baráti körnek, illetve azoknak, akik szeretnek biciklizni. Csináljunk valami jót, mozgassuk meg az embereket, hozzuk össze őket. És ez volt végül is a cél. Az idei évben a kerékpározók Dunaszerdahelyről Győr belvárosába kerekeznek el, jövő évben pedig fordítva. A mezőny a helyi termálpark parkolójából indul 10 órakor. A 63-as úti útkereszteződésen való áthaladást a rendőrség felügyeli. Az útvonal Egyházkarcsa, Dercsika, Csalló köznádas lesz, majd a volt medvei határátkelőnél szintén a rendőrség segíti a biztonságos haladást. Ahogy átkérünk a magyar oldalra, ott azonnal ráfordulnánk a Dunatöltésre, a Dunatöltésen eljutnánk Nagybajcsig, Kisbajcson lenne egy frissítőpont, Kisbajcs után visszatérnénk a Ossék Dunatöltésén, és töltésen történne tulajdonképpen a magyarországi szakasznak a zöme, erdős, túrázós, vidám biciklis program lenne. A kerékpárosok Győrbe a Dunakapu térre érkeznek meg, ahol emléklapot vehetnek át, és számos bringás program várja őket. A kerékpártúrára a www.barátsághatártalanul.hu weboldalon lehet jelentkezni. Az online regisztráció felnőtteknek 8 euró, a gyerekeknek pedig 4 euró. A két Rotary Klub a bevételt közhasznú célra fordítja. Dunaszerdahelyen a befolyt összegből bicikliállomást szeretnének elhelyezni.